Tisztelt választópolgárok, engedjék meg, hogy bemutatkozzam önöknek. Orosz Zoltán vagyok, 55 éves nős, két diplomás lány és egy 17 éves fiú édesapja. Családommal 30 éve Ipolyságban élek, 30 éve látszerészettel foglalkozom a városban. A 2014-es november 15-i önkormányzati választásokon az MKP színeiben indulok, mint polgármester jelölt. Ehhez kérném az önök segítségét. Célom egy olyan város kialakítása, ahol mindenki büszkén mondhatja magát, hogy ipolysági vagyok. Ahhoz, hogy változást tudjunk elérni, nem csak gazdaságilag, erkölcsileg is és gondolkodásbelileg is meg kell újítani magunkat. A modern kor kísértései, a munkahelyek hiánya nagymértékben érintették városunkat is, a fiatalság 80%-a elköltözött. Egy idő után észre fogjuk venni azt, hogy nem lesz kinek átadni a kultúrát, a hagyományt, azokat az értékeket, amiket elődeinktől örököltünk. Ehhez azonban mindenképpen összefogásra van szükség. Terveim között szerepel rövidebb, közép és hosszú távú tervek, amik a város javát fogják szolgálni. A rövid távú tervek közé sorolnám a város főterének rendezését, parkosítását, a járdák utaknak a renoválását, és minden olyan dolgot, ami látható módon egy picit előbbre vinné a város kinézetét. A középtávú terveim között szerepel a város főterének a körforgalmasítása, a sportcsarnoknak a felújítása, vagy pedig újraépítése, a szabadtéri színpadnak a beüzemeltetése. 16 éve képviselőtestület tagja vagyok, kompromisszumkészségem magas szintű, minden egyes képviselővel nagyon jó kapcsolataim voltak, vannak. Célom egyértelműen az, hogy a meglevő anyagi és emberi erőforrások maximális és következetes kihasználásával a jövőben ipolysági város javára tudjam állítani, nemzetiségi, felekedhető hovatartozás nélkül. Önök szeretnék, ha ipolyság az elkövetkező időben fejlődő város lenne? Én igen. Ehhez kérném az önök segítségét november 15-én a helyhatósági választások alkalmával. Köszönöm figyelmüket!